kamara a partnereivel, a Pécsi Tudomány Egyetemmel, Kreatív Klaszterrel és Pécs megyei jogúvárossal együtt most már harmadik éve csatlakozik a Központi Design 7 programsorozathoz. Rozseszter kollégám ennek az egyik főszervezőjeként összehangolja az egyetem művészeti és műszaki informatikai karának programjait, egyeztet a Kreatív Klaszterrel, és összegyűjtjük azokat a dizájnhoz, formatervezéshez, művészetekhez kapcsolódó céges kiállítókat, ékszerész, keramikus, sejenfestő, fotós, sorolhatnám, akik meg akarnak mutatkozni, rászánják az időt arra, hogy kiesnek a termelésből, és egy héten keresztül valamilyen helyszínen nyitott műhelyt csinálnak, megmutatják magukat. Az idei program sorozatban a Nádor Galériában Lakics Acél szobrászat, illetve a műszaki kar oktatóinak kiállítása látható. A Lakics Acél szobrászat a Kreatív Klaszter és a művészeti karnak egy nagyon érdekes közös projektje, amelyben a Lakics, mint ipari cég, fogadta azokat a művészeket, akik a hulladék vasból, fémanyagból, mindenféléből művészeti tárgyakat alkothattak. Ez egy nagyon érdekes projekt, mert ugye a formatervező mérnök az erről szól, hogy a művészet és az ipar hogy találkozik. Nagyon gazdag programmal készült az egyetem. Ha csak azt nézem, hogy Pécsen mi fog történni, és mi történik most a Nádorban a kiállítás, akkor október 7-én, 8-án pedig egy óriási 3D konferencia, aminek van megint csak egy design része, illetve hát ami nagyon fontos, hogy Budapesten is 3 galériában részt vesz az egyetem, most ezekben a pillanatokban, ott is megnyílik a tervezőgrafikusok, illetve a kerámikusoknak a kiállítása. Én azt gondolom, hogy ez egy egészen rendhagyó itt Pécsen, de mindenképpen kapcsolódik, ha más nem, abban kapcsolódik a Design 7, illetve az iparkamarával és a klaszterrel a történő kapcsolatunk miatt, hogy végre kezd találkozni az ipar és a művészet. Mi azt szeretnénk, ha nyitott műhelyekből állna a város, és ha olyan helyek jönnének létre, ami a turisták számára vonzó. Mert ma már mit kell hazavinni? Ma már nem egy ilyen hűtőmágnes a maximum, vagy valami egyéb, hanem alkotásokat kellene hazavinni, értékeket hazavinni, és ha nem tudunk pont ilyen értéket kínálni, akkor esetleg élményt kellene hazavinni, mondjuk egy orgona manufaktúra látogatást, az egy életre szóló élmény, hogy hogyan készül egy hatalmas orgona ilyen pici darabokból, illetve egy kerámia gyár látogatás, egy olyan alkotói folyamatba való bepillantás, ami egy kesztyűgyár, egy kesztyű készítés, vagy akármi más, ami most e pillanatban nem jut eszembe, de a lényeg az, hogy olyannak kellene lennünk, hogy kinyíljanak ezek a kreatív műhelyek, hogy az emberek részt vehessenek egy-két napos workshopokban, hogy megteljenek élménnyel és boldogabbak legyenek. Nagyon fontos azt mindenkinek tudni, hogy amit többször el is mondtunk már, a főtér mindenkié. Tehát ide nem enni, nem inni jönnek be a kedves vendégek, hanem itt lenni szeretnének. És mi ehhez nyújtunk természetesen olyan gasztronómiai élményeket, amik azt gondoljuk, hogy kiemelkedőek, különlegesek. Ezért tartjuk fontosnak azt, hogy ez a én magam részéről nagyon izgalmas program, ez ide került. Belváros közepén vagyunk, és szerintem a helyszín is egy kiemelkedően különleges helyszín lehet. Azt gondolom, hogy ezek a fiatal alkotók, akik most itt megjelennek majd a következő 10 napban, ezekkel én magam részéről tudok azonosulni. Nem azért, mert fiatalnak tartom magam, hanem azért, mert valóban én is azt gondolom, hogy amit mi csinálunk, az egy alkotói tevékenység. Tehát ilyen szempontból ez egy ilyen viszonylag jól összefüggő és jól együttműködő kis program lehet. Nagyon-nagyon szükség van szerintem nem csak a városnak, az országnak is a tehetségekre. Tehát, hogy itt maradjanak ezek a tehetségek, és hozzátegyenek olyan értékeket, amiket én azt gondolom, hogy hosszú távon is kamatoztatni tudunk a várossal együtt. A Design 7-re a saját festményeiket hozta be. Eszter kérésére a mediterrán hangulatú városképeket hoztam a témához kapcsolódóan. A saját, mint tudjuk, 5000 éves múltra tekint vissza Kínából eredeti kínai, nem hamisított, és 5000 éves múltja van ennek, és az, hogy mi még most is festhetünk rá, ez egy nagy dolog. Tartottam már több tanfolyamot, és kezdik megismerni az emberek, és
vannak sikeres tanítványok már, és örülök neki, hogy többen is kedvet kaptak most már ehhez, és megismertettem őket vele. Mostani megjelenés az Pécs témájú vászonképek, egy része az már korábban is látható, viszont a képek között vannak új képek is. Itt elsősorban lakásdizájn továbbra is a fő cél, tehát pécsi képekkel berendezni pécsi lakásokat, pécsi irodákat, ez az igazából a fő küldetés, én úgy érzem. Négy képpel szeretném bemutatni azt, hogy milyen lehetőségek vannak ilyen vászonképekben lakásdizájn területén. A multiknál, a nagy áruházakban nem nagyon lehet találni pécs képeket, tehát most egy pécsi falra nagyon szépen mutat a San Francisco vagy pekingi kép, de azt gondolom, hogy a Párizs se tesz ki pécsi képet a falára, ezért gondolom azt, hogy Pécsnek is inkább pécsi képpel kell a lakását berendeznie. Pécs igazából tényleg egy pezsgő, kreatív város, csak sokszor ez úgy rejtve marad, és nem tudunk egymásról. Jók ezek a rendezvények, alkotók, kreatívok, egymásra találkozhatnak, eszmét cserélhetek, és folyamatosan egy kommunikációt biztosít az emberek között. A Marketing Szó Kft. Tulajdonképpen úgy kapcsolódik a Design Pécs Design Tér rendezvény sorozathoz, hogy egyrészt főszponzorként álltunk a Design Pécs mellé, másrésztről pedig elindítottuk, vagy el fogjuk hamarosan indítani a Tüke Online Piac nevű kezdeményezésünket, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy ernyő alatt kívánjuk összefogni pécsi, baranyai, helyi alkotókat, és egy olyan online szinteret kívánunk biztosítani nekik, hogy ahol egész Magyarországon el tudják tulajdonképpen adni a saját termékeit, megismerkedhetik saját magukat a vásárlókkal. Ugye abszolút designer termékekről beszélünk, ezt úgy kell érteni, hogy magának a piacnak az alapját az adja, hogy nem lehet csak úgy bejutni rá. Tehát nem az van, hogy bárki leül és értékesíti a kis saját termékeit, hanem ugye egyrészt egy online szintéről beszélünk, másrésztről pedig jelentkezni kell hozzánk. Van egy nagyon szigorú minősítő eljárás, aminek annyi tulajdonképpen a feltétel, hogy felkértünk különböző helyi dizájnereket, akik minősítik a jelentkezőket. Hogyha a minősítés sikeres volt, ezután lehet valaki kizárólag Tüke Online Piac partner, minősített partner, és így kerülnek fel a termékei a Tüke Online Piac kínálatába. Az a fontos, hogy megmutassuk, miként van dizájn élet Pécsen, ezért kapcsolódunk ez a rendezvénysorozathoz. Ha minél többen kiabáljuk, ugyanazt akkor előbb-utóbb meghallják, és a Design Pécs azt gondolom most már harmadik alkalomnak egy ékes példája, hiszen most már egyre többen kiabáljuk azt, hogy igen, van dizájn élet Pécsen, és azt gondolom, hogy a baranya alkotók olyan minőségben alkotnak, hogy bátran fölkerülhetünk a Európa Designer térképére, de Magyarországra aztán egészen biztosan.